elkezdődött a Párizsi olimpia. Bár a nyitó ünnepség csak pénteken lesz, az első foci és rögbi meccseket már ma lejátszották. A magyar sportolók sem várnak péntekig, holnap a női kézisek is pályára lépnek. A következő bő két hétben Párizsra figyel a világ. A francia fővárost mostanra ellepték a turisták. A háborúk és a terrorizmus veszélye miatt óriási a biztonsági készültség az olimpiai helyszíneken. Az ENSZ főtitkára azt kérte a nemzetektől, hogy a következő két hétre tegyék félre nézeteltéréseiket és függesszék fel a harcokat. Ünneplő tömeg fogadta Versailles-ban a Franciaországon keresztül haladó olimpiai lángot. A békét és az olimpiák szellemét szimbolizáló fáklya kettől csütörtökig marad a francia királyi palota vendége, ahonnan pénteken viszik tovább Párizsba az olimpia nyitó ünnepségére. A barokk kastély híres tükörtermében Salma Hayek mexikói színésznő vette át a lángot. Úgy fogalmazott, az olimpiai lángot vinni nagyobb élmény volt, mint részt venni egy Oscar gálán. Amikor a lángot vittem, az egész világ velem volt. Latinok, arabok, középkorú nők, feleségek és anyák. Egy pillanatra mindenkit én képviseltem, és úgy éreztem, hogy ők is mellettem álltak, mondta a színésznő. A világhírű énekes Céline Dion is feltűnt Párizsban. A világ sajtóban mindenki azt találgatja, vajon milyen szerep juthat a művésznőnek az olimpián. A kérdést a francia sportminiszternek is feltették, aki sokat sejtető választ adott. Céline Dion nem véletlenül most jelent meg Párizsban. A nyitó ünnepségen sokféle szerep lehetséges, de ennél többet nem mondhatok. Maradjon ez meglepetés, mondta a politikus. A párizsi reptereket ellepték az olimpiára igyekvő turisták. A korán érkezők akár már most is találhattak programot maguknak. Az első labdarúgó és rögbi meccseket ugyanis már szerdán lejátszották. A nagy érdeklődés miatt a francia közlekedési hatóságok több nyelven beszélő alkalmazottakkal és egy külön az olimpiára kifejlesztett alkalmazással is segítenek a tájékozódásban. Dedikált közlekedési mobil alkalmazást hoztunk létre az olimpiai idejére, ami nagyon hasznos lehet a látogatóknak. Amellett, hogy minden korábbi regisztrációt egy helyre gyűjt, a tájékozódásban is segít a turistáknak. Megmutatja, hogyan lehet a leggyorsabban eljutni a helyszínekre, és a menetjegyekért való sorban állást is meg lehet vele spórolni, mondta a Párizsi Tömegközlekedési Hálózat szóvivője. Miközben a látogatók az olimpia eseményeire igyekeznek, a francia légierő madártávlatból, a rendőrség pedig az utcákon figyel a biztonságra. Az ukrajnai és a gázai háború miatt feszült nemzetközi hangulat és a terrorcselekmények megnövekedett kockázata miatt Franciaországban rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készülnek az olimpiára. Az ENSZ főtitkára arra kérte a nemzeteket, hogy az olimpia idejére tegyék félre a nézeteltéréseiket és függesszék fel a harcokat. Az egész világ azért gyűlik össze Párizsban, hogy a sport kultúrákon átívelő, egyesítő erejét ünnepelje. Az olimpia szelleme a kölcsönös tiszteleten alapul. Az ENSZ is ugyanezeket az elveket vallja, ezért arra kérek mindenkit, hogy az olimpiai játékok idejére tegyék le a fegyvert és törekedjenek az egymás iránti együttérzésre, hiszen a végső cél az, hogy mindenhol béke legyen. Remélem, hogy az olimpiai láng fénye elvezet minket a világ békéig, fogalmazott António Guterres. A játékok alatt a biztonságról 45 ezer rendőr és csendőr mellett további 10 ezer francia katona gondoskodik, emellett a szervezők külföldi segítséget is kapnak. Spanyol, brazil vagy dél-koreai egyenruhásokkal is találkozhatnak az utcákon, akik Párizsba látogatnak.